Felfeszítette a reteszt, így jutott be az egyik ingatlanba a betörő, decsen készültek a fotók, a településen az elmúlt napokban többekhez is beütött a tolvaj. Nyaklánc látható a következő rendőrségi képen, nem csak ékszereket vitt viszont magával a bűnöző, hanem szinte mindent, amit tudott. Ékszereket, pénzt, televíziót, gázpalackot és egyéb értéktárgyakat tulajdonított el. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai, a körzeti megbízottak, illetve a bűnügyi osztály munkatársai összehangolt és hatékony munkájának köszönhetően rendőrkézre került a decsi betörő. A férfiről úgy tudjuk Decsen élt, de az állandó lakcíme Szekszárdra volt bejegyezve, korábban ott is követett el hasonló bűncselekményeket. Akkor a szekszárdi kórház dolgozóinak a pénzét lopta el. A férfit a kihallgatását követően őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A bíróság pedig előzetes letartóztatásba is helyezte, a betörésekért akár 3 év börtönt is kaphat.